Sziasztok! Anami vagyok. Még a testfél év elején ígértem nektek, hogy fogok beszélni a testhez kapcsolódó emlékekről, a negatív hiedelmekről és a negatív érzelmekről, amik a testünkhöz kötődnek. És mégis mit vártok tőlem? Azt gondoltátok, hogy belemegyek majd ezekbe a negatív körökbe? Nem, nem megyek bele. Egy ilyen negatív érzelemmel való foglalkozás, vagy a negatív hiedelmek újragondolása, vagy a negatív érzelmek újra felszíre hozása alapvetően egyre mélyíti ezt a negatív kört. És így kérlek benneteket, hogy ne tegyétek. Felejtsétek el mindazt, ami eddig volt, és kezdjétek el a gyakorlást. Kezdjétek el a testfél év gyakorlatát, csináljátok velünk folyamatosan, és meg fogjátok érezni, hogy a változás az mélyről indul. Teljesen mindegy, hogy a tudat mit gondol. Teljesen mindegy, hogy mennyire fájnak a testnek azok az emlékek, amik belévésültek. Teljesen mindegy, hogy mit gondoltok a testetekről, vagy mit éreztek vele kapcsolatban. Folytassátok a gyakorlást, és ez át fog íródni. Jó, én azt javaslom, hogy kezdjétek el a gondolatdiétát. Gondolatdiéta, érzelemdiéta. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy lennének negatív érzéseitek a testetekkel kapcsolatban, azonnal hagyjátok abba. Jó? Nagyon hízlal. Nagyon hízlalja az egót, meg hízlalja a sötét gondolatokat. Helyette inkább gyakoroljatok. Az is nagyon jó leszokás ezekről a gondolatokról, vagy érzelmekről, amikor rátok ülne ez a sötét felhő, akkor kezdjétek el a gyakorlást. Még akkor is, ha már megvan aznapra a 15 gyakorlat, jó? Úgyhogy hajrá, gyakoroljatok szorgalmasan, és figyeljétek ezt az átalakulást, amit ez hoz magával. Jó, csodálatos lesz a testetek, erős és egészséges. Isten áldjon benneteket, sziasztok!